November 10-én kezdődött a téli időszak a magyar közútnál. Eddig kegyes volt az időjárás, hétfőn azonban megérkezett az igazi tél. Ez a közút szakemberei számára azt jelenti, hogy megyei szinten több mint 2200 kilométernyi út járhatóságát kell biztosítaniuk. És a témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban Óvári László, a Magyar Közút megyei igazgatóságának vezetője, igazgatója. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Jó napot kívánok! Hát akkor első körben a tapasztalatokról, ugye szerintem nem sokan gondolták volna, hogy hétfő reggel így bereccsen a hideg, és jön a tél, a hó. Igen, hát nagyon kegyes volt hozzánk a november, és a naptárnak megfelelően a decemberi hónappal elkezdődött a tél, valójában elkezdődött a tél, és mint ahogy említette, a megyei igazgatóságnak 2275 kilométeren kell a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat ellátnia. Ezt összesen 253 főszolgálatba vezénylésével tesszük meg. 78 saját gép áll rendelkezésünkre a síkosságmentesítési munkák elvégzésére. Ebből 56 az úgynevezett kombinált gép, melyek fel vannak szerelve egyaránt hóekével és sószóróval, így egyszerre egy időben tudják megkezdeni a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat, és mind az 56 gépünk az elmúlt havazás során kint volt ezen a 2275 kilométeren, folyamatosan végezték a kollégák a munkát, és igyekeztünk a lehető legrövidebb időn belül a havazás elálltát követően az útburkolatok tisztítását elvégezni. Áruljon el nekünk néhány háttérinformációt, hogy hogyan működik önöknél a munkafolyamat. Tehát, hogyha még mondjuk az egyik este eléggé enyhe, és azután jön egy hirtelen időjárás változás, akkor hogy tudnak erre rögtön reagálni? Hát november 10-től igazából már elkezdődik nálunk a téli szolgálat egy úgynevezett egyes fokozattal, ahol egy ilyen ügyeleti szolgálati rendszert működtetünk, tehát folyamatosan mind a hét mérnökségünkön, ami a megyei igazgatósághoz tartozik, egy fő ügyeletes szolgálatot lát el, és ahogy fordul egyre zöldebb le az időjárás, úgy ezt a fokozatot emeljük kettes fokozatra, ahol síkosságmentesítés, vagy köznyelv sószórásnak hívja, síkosságmentesítési feladatokat látunk el, hármas fokozatban már hóeltakarítási feladatokat, és a fokozatok emelésének megfelelően egyre több kolléga van készenlétben és van bent a mérnökségi telepeken, várva az ügyeletvezetőnek a munkavégzésre történő elrendelését. Igazából a meteorológiai előrejelzés az rendelkezésünkre áll, és ennek megfelelően, mint ahogy azt az elmúlt időszakban is tettük, már 2 órával a havazás megkezdése előtt egy úgynevezett preventív szórást végeztünk a megye úthálózatán. Hát gondolom nem a 2200-on. Nem a 2200-on, ugye az utaknak a hálózatban betöltött szerepüknek és a forgalomnagyságnak megfelelően ezt az úthálózatot ugye 3 csoportba soroljuk, vannak az úgynevezett őrjáratos utak, ezeket az őrjáratos utakat, ezeket teljes hosszában, teljes egészében az elejétől a végéig síkosságmentesítő anyaggal szórjuk. Ezek például azok az utak, amelyen a helyi főutak, járatok is közlekednek, így van, így van. Vannak az úgynevezett rajonos utak, ahol a veszélyesebb helyeket, íveket, emelkedőket, hidakat, vasúti átjárókat szórjuk, és vannak az úgynevezett fehér utak, ez nagyon kevés, egy kb. 8%-át teszi ki ennek a hossznak, és hát természetesen van 2 mérnökségünk, aki gyorsforgalmi hálózatot kezel, tehát az autópályákat, így ők is prioritást élveznek, és ők is azonnal ebbe a preventív szórási munkákban
részt vesznek. Tehát akkor önök tudják azt, hogy melyek azok a veszélyes útszakaszok, amelyekre ilyenkor különösképpen oda kell figyelni? A téli felkészülésünk, amit november 10-ig nem csak megyei szinten, de országos szinten meg kell, hogy tegyünk, tartalmaz egy úgynevezett felkészülési tervet, ahol az úthálózat be van kategorizálva, minden egyes munkavégzést menetutasításnak megfelelően végzik a kollégák, és ez a menetutasítás tartalmazza azt, hogy mely utakon, mely területeken kell ezeket a szórásokat elvégezni, és mik azok a részek, amik kihagyhatóak. Önök egyébként végeznek valamiféle ellenőrzést? Természetesen napi útellenőrzést végzünk, tehát ez jogszabályi kötelezettségünk. Az országos közutak kezelési szabályzata határozza meg ezeket a feladatokat, mint ahogyan a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat is. Mi a helyzet a mellékutakkal? Mindig ez a kardinális kérdés, vagy hogyha valahol nincs eltakarítva a hó, akkor általában a mellékutak szerintem a főszereplői a történetnek. Igen, hát mint ahogy említettem, azért van egy prioritás. Ez a jogszabály ez meghatározza, hogy a gyorsforgalmi úthálózat az első, aztán a főúthálózat, és majd amikor a főúthálózaton végeztünk ezekkel a feladatokkal, akkor tudunk a mellékúthálózatra oda jutni. A 2275 kilométeren a rendelkezésünkre álló géppárkkal egyszerre egy időben nem tudunk mindenhol ott lenni. Egyébként milyen téli időjárásra számítanak az idén? Erre vonatkozóan már vannak valamilyen információik, hogy mennyire kell odafigyelni? Minden tél már. Én 18. téli üzemeltetésemet kezdem. Nem tudok két egyforma telet mondani az elmúlt 18 évből. Tehát akkor nincs igazából átlagos előre tél? Átlagos tél fogalma, mint olyan létezik, és ezt majd a téli üzemeltetés lezárását követően fogjuk tudni igazából meghatározni, hogy átlagos télnek tekintjük azt, amikor egy téli üzemeltetés során 15-20 havas nappal számolunk, 50-60 síkosságmentesítéssel kalkulálunk, illetve a 24 órát nem meghaladó ideig esik egy nap, vagy történik a havazás. Ezeket a napokat átlagos téli időjárásnak szoktuk nevezni. Ugye rendkívüli téli időjárás, ha már ónos eső esik, ha 24 órát meghaladó a havazás, ha a hőmérséklet mínusz 8 fok alá esik, vagy pedig a havazás olyan széllel érkezik, ami esetleg hófúvásokat vagy hótorlaszokat okozhat. Az úthálózat, még egy picit visszatérve az úthálózatra, az összes úthálózat nem az önöké, ugye? Tehát, hogy azért vannak itt önkormányzati fenntartásban lévő úthálózatok. Igen, van önkormányzati fenntartású út. Nyíregyháza területén a körút az a Magyar Közút kezeléséhez tartozik, és ugye az ide vezető főutak azok a Szabolcs-megyei igazgatóság kezelésében vannak. A városon belüli úthálózat az önkormányzat kezelésébe tartozik, és az ő feladatuk a téli hóeltakarítási munkák elvégzése. Hogyha valaki egy hókotró közelébe kerül, akár mögé, előzze meg, ne előzze meg, hogyan viselkedjen? Akár autópályán? Autópályán a KRESZ előírja, hogy a konvojban haladó elkéző autókat előzni tilos. Tehát én semmiképpen nem javaslom azt, hogy a hóeltakarítást végző teherautók közé menjen bárki. Óriási veszélyeket rejt magába, ott keresztül fordulhat a közlekedő, és akkor megtörténik a baj. Nem gyorsforgalmi úthálózaton. Én ott sem javaslom ezeknek az autóknak az előzését, hisz a kollégáink azért vannak kint az úthálózaton, hogy a lehető legjobb közlekedésre alkalmas burkolatot biztosítják a gépjárművezetőknek, úgyhogy én türelmet kérek, és még egyszer türelmet kérek, mert tényleg azért dolgoznak kint a kollégáink, hogy a lehető legjobb utakon haladjanak az autósok, és éppen ennél, vagy ebből eredően mondom azt, hogy ha lehet, akkor ne előzzék meg a nem gyorsforgalmi úthálózaton sem ezeket az elkéző autókat.
Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.